Üdvözöllek, Gyarmati Attila vagyok a marketingeszközök.hu oldaltól, és most egy olyan weboldalt szeretnénk megmutatni neked, aminek a segítségével kiderítheted azt, hogy mondjuk ha rámész egy weboldalra, ami wordpresses, és mondjuk megtetszett neked, akkor bejössz ebbe az oldalba, hogy wpteamdetector.com, ugye itt fönt látható, és ide beírod az URL címét, majd rákattintasz erre a gombra mi történik? Mondjuk én mintának ezt a gondoskodj pont oldalt vettem, ugye ez egy WordPress-es oldal, ezt úgy tudod kideríteni, hogyha nyomsz egy Ctrl út, vagy hogyha jobb gombot nyomsz, akkor oldal forrásának megtekintése, most az más böngészőbe lehet, hogy másként van, de ez az oldal forrását kell keresned, majd ahol ilyeneket látsz, hogy WP content, tehát ha ez a WP kötőjel valami ilyesmit látsz, akkor az egy WordPress-es oldal lesz, utána ezt, hogy ide bemásolod a címét, vagy begépeled, és rákattintasz erre a zöld gombra, akkor megvizsgálja az oldalt, ez van amelyik oldalnál gyorsabb, valamelyiknél lassabb, egy kicsit kell várni, és utána megmutatja azt, hogy milyen témák, azaz kinézet, illetve milyen pluginek, azaz kiegészítők vannak a weboldalom. Itt látható, ugye, hogy milyen témát használ, ez a tém, ez a téma. Illetve, hogyha itt rákattintok mondjuk erre, hogy mutassa meg, hogy honnan is van ez a téma, akkor ez itt letölteni. Ez a 404 az azt jelenti, hogy nem sikerült letölteni, de itt látható is a hiba, hogy ugye ezt az első részt ki kell törölni, és akkor megkapjuk azt az oldalt, ahonnan lett ez a téma. Igen, és hogy kicsit lejjebb még akkor itt látható hogy itt vannak témák, tehát innen lett a téma feltelepítve, itt meg lehet keresni illetve a következő rész, hogyha kicsit lejjebb megyek, akkor itt mutatja, hogy 5 darab plugin, azaz kiegészítő van fent az oldalon, és itt meg tudom őket nézni, tehát itt van egy rövid leírása, illetve hogyha ingyenes, akkor itt írja, hogy free plugin, és le is tudom tölteni, tehát hogyha mondjuk itt a kontaktformat szeretném megnézni, hogy mi is ez, akkor rákatintok erre, a download plugin, és már is a WordPress-nek a kiegészítők oldalára visz, és itt látható, ahol tájékozódni tudok, hogy mi is ez pontosan, illetve ami nagyon sokat segíthet, ez a screenshot, azaz a képernyő kép, hogyha itt megnézem, akkor itt láthatom, hogy, hogy mit, mi is ez igazán, hogyha mondjuk nem tudsz angolul, akkor itt ebből azért rá lehet jönni, illetve fontos az, hogy mondjuk a kompatibilitása itt látható, hogy ugye ez a 4.1-es, illetve hogy mikor frissítették utoljára, tehát azért fontos, hogy egy olyan kiegészítőt telepíts fel mondjuk a vp be ami azért folyamatosan frissítve van, illetve itt látszik, hogy azért ez, ez egy szép szám a letöltési arány, tehát ezt azért elég sokan használják. Most lehet, hogy te feltelepíted és nem fog tetszeni, akkor még mindig lehet inaktiválni, de azért mindig válogass meg azokat, amik az aktuális WordPress verzióval megegyezőek, tehát kompatibilisek. Jó, tehát ez az oldal igazából erre való, itt meg tudod nézni, és ötletet tudsz meríteni abból, hogy, hogy mondjuk milyen témát, milyen kiegészítőt használt az az oldal, amit neked tetszik, és ugye itt is ingyenesen le tudod tölteni, azért a legtöbb kiegészítő az ingyenes, azt itt be tudod szerezni, csak így egy kicsit egyszerűbb rájönni, hogy valójában mi, milyen kiegészítő van ott a háttérben. Remélem hasznos volt használt egészséggel. Köszönöm szépen a figyelmet. Szia!